Sziasztok! Újra itt. A cipőprotézisnek a második részéhez érkezünk el. Mégpedig itt eljöttek velem edzeni. Én már beöltöztem, ebbe fogok edzeni, ebbe a szedbe. Ugye a táska már be van pakolva. Ott van a széken. Elmegyünk, kezdünk egy biciklivel, majd a kondigéppel folytatjuk. Meg van egy-két olyan gép, amihez kell a csipkártya, de majd ott a konditeremben fogjátok látni, hogy mégis hogyan működik. Nézzétek végig a videót, és iratkozzatok fel a csatornámra, amit itt meg tudtok tenni. Tudtok követni Facebookon, Instagramon, e-mailen, úgyhogy tudtok írni, van kérdés, akkor válaszolok. Mert ez a téma még most friss, én még most jelenleg is itt vagyok a rehabilitáción, és ezért akarom nektek frissiben megmutatni, hogy ugye február 4-én volt a műtétem, ma van február 29-e, és hogy hova haladtam, hogy mennyit tudok már edzeni. Úgyhogy vágjunk is bele, és akkor találkozunk az edzőteremben. Sziasztok! Jövünk most elsőnek kerékpározni. Ha már rendírod, akkor még egy kicsit tovább. Tetszik érteni? Még van 5 perc 40 vissza. 75 watton. Egy kicsit durva, 90-es tempóval. Ha már nem bírod, akkor még egy kicsit tovább. Ha már nem bírod, még egy kicsit tovább.
mikrofon valamiért kikapcsolt, nem tudom, hogy mi történt. Itt arról beszélek, hogy most befejeztük az edzést, és most jön a medencés edzés, amit ugyanúgy meg akarok nektek mutatni, hogy ott is lehet izmot fejleszteni, meg azt mondhatom itt nektek, hogy amin gépen utoljára edzettem, azt is szépen le kell takarítani, mert utána még jönnek edzeni, és figyeljünk a higiéniára. Menjünk a medencébe és edzünk egy kicsit ott is. Kis átme kamerának a vízadóságát elég rendesen egy 20 perc valódi víz alatt lévő teszttel tulajdonképpen, meg avval, hogy milyen
tréning mozdulatokat, milyen sport mozdulatokat lehet végezni a víz alatt, ami nem megterhelő, ugye, és remélem jól lehet ezt látni. A víz alatt, amit felvett a kamera, és ezeket, hogyha víz közelbe kerültök, vagy ha a kedvet kaptok ez a videó után, hogy egy kicsit tréningeljetek, kicsit sportoljatok a vízbe is, akkor hajrá, ne sajnáljatok az időt tőle, mert jól esik, az izületeket megkiméli. Izmot lehet fejleszteni ugyanúgy, attól függetlenül, hogy víz alatt vagy félig. Remélem fog tetszeni a videó, ha igen, akkor itt fel tudtok iratkozni, és kitartást, sportoljatok sokat ti is, én is kezdem lefeladni a kilókat, és akkor találkozunk a következő videóban. Sziasztok!